Muzsikaszó és gyerekzsivaj fogadta Bátaszéken az Anyateljes Világnapra ellátogató kismamákat és babáikat. 1992 óta a világon mindenhol augusztus 1-én tartják az Anyateljes Táplálás Világnapját. A világnap célja az, hogy felhívják a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára. Bátaszéken a gondozási központ és az önkormányzat jóvoltából minden évben megrendezik ezt az eseményt. Az ideit Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere nyitotta meg, aki elmondta, hogy mindamellett, hogy az itt jelenlévő szakemberek hasznos információkkal látják el az érdeklődő kismamákat, a rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy az anyukák találkozzanak, és ezáltal picit kiszakadjanak a mindennapokból. A gondozási központ munkatársa, Bacsi Valkai Kornélia védőnő mesélt arról, hogy milyen formában tudják az anyukákat támogatni. Abszolút lelki támogatást nyújtunk az anyateljes táplálással kapcsolatban. A kezdeti időszak nehéz, nagyon nehéz ugye a kisbabának és az anyukának összeilleszkednie, és ezáltal tudunk mi segíteni fizikailag is, lelkileg is. Bár a szoptatás nem mindig indul zökkenőmentesen, babára gyakorolt pozitív hatása miatt a szakértők az első 6 hónapban kizárólag anyateljes táplálást javasolnak. Változó, nagyon sokszor van az, hogy elcsüggednek és nehéz tovább lépni ezen a kezdeti nehéz helyzeten, de utána azért jellemző, hogy felbátorodnak az anyukák és belejönnek az anyateljes táplálásba. A szoptatás a legkényelmesebb táplálási módszer, hiszen mindig kéznél van. Nem csak a babának jó, hanem az anyukának is. Mindamellett, hogy erősíti az anya-gyermek kapcsolatot, az anyatej rendkívül gazdag immunanyagokban is, amelynek köszönhetően védi a csecsemőt a betegségektől. Igazából nálunk nagyon nehezen indult ez a szoptatás téma, tehát az elején nehézségeink voltak, amihez szoptatási tanácsadó segítségét kellett kérnünk, és így szerencsére azóta szinte csak szopizik a mai napig. Hozzátáplálást már megkezdtük, de számára az igény szerinti szoptatás az igazi ilyen másfél-két óránként a mai napig. Tehát elég sűrűn, igazán szereti. Igazából nagyon fontosnak tartjuk tehát a hosszontarti szoptatást az immunrendszere védelmében. Szerencsére elmúlt már 1 éves és 1-szer volt beteg, tehát ez igazán fontos. Minden tápanyagot megkap ebből. Tehát szépen fejlődik, így szerencsére nincs szükségünk semmilyen kiegészítő dologra. Természetesen a védőnők is segítettek, a gyerekorvos is, de sajnos tovább kellett lépjünk, laktációs tanácsadóhoz kellett fordulnunk, akinél egy személyes konzultáció keretében megmutatta, hogy hogyan kell helyesen merre helyezni, mit kell tenni, hogyha nem tud jól szopizni, akkor mit csináljunk, milyen pozíciók vannak, tehát rengeteg mindenben segített. Tehát ezt ajánlani tudom minden friss anyukának, hiszen nélküle nem sikerült volna ez. A Bátaszéki Gondozási Központ védőnői aktívan részt vesznek az anyukák mindennapjaiban, és segítik őket az esetlegesen felmerülő nehézségek áthidalásában. Az egész délelőtt tartott eseményre szép számmal jelentek meg az érdeklődő kismamák babáikkal együtt. A babákat Markó Zsuska és zenekara szórakoztatta dalaival.